A Családorvoslás 30 éve Pécsett címmel rendezett találkozót a pécsi oktató családorvosoknak a PTE Általános Orvostudományi Kar Alapellátási Intézete, ahol a szakorvos képzésről, a rezidens programról és az intézet megalakulásáról is szó esett. Egy workshop keretében az új képzési rendszer feladatait is bemutatták, hiszen az oktatásban a hallgatói igények változásához is alkalmazkodni kell. Az egyetemen egyre nagyobb a hallgatói létszám, külföldi hallgatóknak a létszáma, és nagyon fontos, hogy megfeleljünk a magas szintű elvárásoknak és a kis csoportos oktatásnak. Tehát a hallgatóknak ez az igénye, hogy kevesebb előadás és több gyakorlat, több esetismertetés, több interaktív oktatás, és ennek igyekszik az intézetünk is megfelelni. Több kis csoportos oktatást vittünk be a gyakorlatba. Kutatási programjaink vannak, ami szintén európai szinten is, azt gondolom, hogy számottevő bizonyos területeken, tehát igyekszünk megfelelni azoknak a kihívásoknak, amik az elmúlt években változást jelentettek az intézet számára. Bővítettük az oktatói létszámunkat, és ez is nagyon fontos, hogy tudtunk fiatal oktatókat bevonni, és ugye 3 nyelven oktatunk az intézetben, tehát a magyar nyelv mellett angolul és németül, és erre az oktatókat fel is készítjük, tehát egy oktatói képzést is tartunk rendszeresen az oktatóink számára, hiszen nálunk az oktatók többségében gyakorló családorvosok. És ez egy nagyon nagy értéke az intézetnek, hogy itt gyakorlatilag az oktató kollégák saját tapasztalatukból beszélnek, olyan gyakorlati dolgokat tudnak átadni a hallgatóknak, ami nagyon értékes. Az intézet egy nagyon kiterjesztett tutorhálózattal rendelkezik. A Dunántúlon összesen 144 oktató családorvos van, akik praxisban oktatják a hallgatókat, hogy gyakorlati tapasztalatot nyújtsanak számukra a betegellátásban.